Görögország több száz katonát vezényelt a török határhoz a migránsok miatt. Újabb emberáradattól tartanak ugyanis az ottani hatóságok. Mintegy 30 kilométer hosszan ezért szöges drótot és kerítést is építenek a határra. Titanilla folytatja ismét vendégével. Georg Spötle, a Nézőpont Intézet biztonságpolitikai elemzője, most a vendégünk, őt kapcsoljuk. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a kedves nézőket! Mire lehet következtetni ebből a mozgósításból, illetve azokból az intézkedésekből, amit bejelentett Görögország? Ugye a világjárvány egy kicsit beárnyékolta a dolgot, nem beszéltünk annyit a görög-török határon felgyülemlett migránsokról és az ott kialakult helyzetről, viszont azt lehet tudni, hogy a migránsok továbbra is ott vannak, sőt folyamatosan érkeznek kisebb csoportok, és ugye rendszeresen szinte minden éjszaka megpróbálnak áttörni a határon. Ezt a görögök úgy próbálták megakadályozni, hogy ki akarják szélesíteni ott a határt, illetve ki akarnak építeni ott is egy kerítést hasonlóan, mint amit a magyar-szerb határon építettünk. Viszont a török katonák meggátolták ebben. Van egy pici kis sziget az Evrosz folyón, ami a két országot egymástól elválasztja, tehát a folyó közepén van a határ, és ezt a kis szigetet például, ami Görögországhoz tartozik, török katonák elfoglalták, így megakadályozva azt, hogy ott egy kerítést húzzanak fel a görögök. Tehát folyamatosan vannak konfliktusok, ugye nem csak a migránsok és a határt védő erők között, hanem a török-görög hatóságok között, és ahogy ön is említette, most 125 katonát és 400 további rendőrt küldtek le a határra. Ez nagyon jó, hogy megemlítettük, ugye Magyarország is épített kerítést, és Görögország is most ezt fogja tenni. Korábban Magyarországot komoly bírálatok érték, ugye mindkét esetben, mindkét határszakasz esetében schengeni határról beszélünk, mindkét esetben kerítésépítésről beszélünk. Görögországot pajzsnak nevezte az Európai Bizottság vezetése, pénzzel akarja támogatni, vagy támogatta is már az országot ebben a törekvésében, míg Magyarországot komoly bírálatok érték. Mi ennek az oka? Mi a különbség a két kerítés között? Igazából nincs különbség, tehát ugye mi is schengeni határ vagyunk, hogyha megtekintjük Magyarország déli határát Szerbia fele, tehát mi is ugyanúgy pajzs vagyunk, csak ugye ez a, nem tudom már másképp nevezni, ez a magyar ellenesség, vagy már szinte a magyar kormány gyűlölet, ami Brüsszelben van, ugye hála a liberális politikusoknak, a hálát most idézőjelbe értem, mint a Momentum, mint a DK, az MSZP, a Jobbik és a többiek, tehát azt érték el igazából, hogy minden, amit a magyar kormány tesz, az rossz, amit mondjuk a görög, vagy ugye a bolgár kerítést is. Például Angela Merkel, amikor Bulgáriában találkozott az ottani kormányfővel, akkor megdicsérte, hogy védi Európa határait. Na hát Magyarországot nem dicsérték meg, és ugye a beígért összegekből, amit a kerítés, illetve a határ támogatására megígért az Európai Unió, eddig egy fillért sem láttunk. Tehát itt is ugyanaz a kettős mérce van, mint nagyon sok politikai esetben. Tehát Magyarország a rossz, más ugyanazt teszi, és ő a jó. Visszatérve a görög-török határ kérdésére, ugye jelenleg elvileg zárva van ez a határ. Ha esetleg elmúlik a járványveszély, és a törökök újra szabad utat engednek a menekülteknek, akkor mire lehet számítani? Hát ugye az katasztrofális lesz, hiszen ez az emberáradat, hogyha valahogy áttör, vagy azért kisebb csoportokba jutnak át, hiszen eljutnak a magyar határhoz is. Ma reggeli információm szerint 47 embert állítottak elő a hatóságok, akik valamilyen formában vagy megpróbáltak, vagy már át is jutottak a magyar-szerb határon. Őket ugye őrizetbe vették és visszakísérték szerb oldalra. Tehát ezek az emberek valahogy elérkeznek, ugye lehet látni mindig tudósításokból, hogy Szerbiában is folyamatosan megnő a számuk, de hogyha ezek nagy számban elindulnának, értelemszerűen az nagyon komoly kihívás lenne, hogy a magyar hatóságoknak, a szerb hatóságoknak, a horvátoknak és mindenkinek, hiszen ahogy látjuk, azért azok a migránsok, akik Törökországból eljutnak Görögországba, azért a balkáni útvonalat választják, és ugye nagyon sokan letáboroznak közel a magyar határhoz, hiszen ez a legrövidebb út ugye Ausztria, illetve hát az Unió nyugati tagállamai felé. A koronavírus járvány az milyen plusz egészségügyi kockázatot jelent majd egy esetlegesen meginduló menekült hullámban? Ugye nagyon sokan fertőzöttek, hogy megnéztem például tegnap a görög adatokat, azt tapasztalták, hogy egy befogadó központban, ahol 500-an vannak, ott már 150-en megfertőzöttek a COVID-19 vírussal. Tehát értelemszerűen a nagy tömeg ezekben a vagy legális, vagy illegális migrációs központokban, vagy sátortáborokban, ugye ez generálja a problémát, hiszen elég egy fertőzött, aki mondjuk az élelmiszer vagy a vízosztásnál lefertőzze a többieket is, és ugye, hogy bejutnak, érintkezésbe kerülnek a hatóságok,
magyarokkal, a segélyszervezet munkatársaival ezt a fertőzést továbbadják, tehát számítani lehet arra, hogy esetleg ugye azokban a gócpontokon mondjuk legyen az Lesbos szigete, vagy Kos szigete, ahol több ezer migráns tartózkodik, ugye fellobbanhat újra a vírus, és ugye lefertőzik nem csak egymást, hanem a görög lakosságot is, ha mondjuk elmennek egy üzletbe vásárolni, összefogtossák az ott kitett termékeket. Az előbb már említettük a balkáni útvonalat és a magyar határt. Nyilván, ha itt lesz egy újabb hullám, akkor itt a balkáni útvonalon és a magyar határon is érezni, látni fogjuk azt, hogy egyre többen érkeznek. Természetesen, tehát ez a tendencia igazából évek óta tart, tehát mióta felépítettük a kerítést 2015. szeptemberre óta, a migráció ugye értelemszerűen lelassult, vagy nem tudnak Magyarországra minden további nélkül belépni, de még mégis megvan bennük az a remény, hogy hát, ha egyszer történik valami, lebontják ezt a határkerítést, mint ahogy folyamatosan megpróbálja, ugye például az ENSZ is ezt ránk erőszakolni, ők is azt mondták, hogy ha kerítést épít egy ország, az a bűnszervezeteknek, legfőképpen az embercsempészeknek és maffia szervezeteknek a kezére játssza a migránsokat, akik nagyon sok pénzt fizetnek azért, hogy illegálisan bejuthassanak az unió területére, ezért inkább bontsuk le a határt, és bárki szabadon mozogjon, meg hát látjuk ugye a nagyon szép és igazából kulturáltan működő tranzit zónákat is le kellett bontani, ahol a migránsok tényleg, én magam is jártam ott, nagyon kulturált körülmények között, konténerlakásokban laktak, tévéjük volt, légkondicionálójuk volt, mosógépjük volt, zuhanyozó óvoda volt, tanítók jöttek a kisgyerekekhez, amennyiben ezek ott tartózkodtak, sportpályájuk volt, most viszont ugye ott sátraznak valahol a szerpatár környékén, vagy pedig régi épületekben nagyon rossz higiéniás körülmények között kell esetleg hónapokat vagy éveket várni, hogy elbírálják vagy a menedékkérelmüket, vagy pedig legyen annyi pénzük, meg olyan lehetőségük, hogy embercsempészek által bejuthassanak az unióba. Itt például a tranzitzónák lebontásával kapcsolatban, ugye ezentúl ott nem lehet beadni majd menekült kérelmet, csak a külképviseleteken. Szóval hogyan befolyásolja azokat, akik a jövőben érkeznek majd a magyar határra? Hát ez nagyon megnehezíti, maradjunk mondjuk Szerbiánál, tehát egy menekült mondjuk Szomáliából eljut Szerbiáig. Ugye elmegy a magyar nagykövetségre, ott be tud adni egy menedékkérelmet. Értelemszerűen ezt elbírálják, tehát felküldik Budapestre, és amíg a hatóságok elbírálják, tehát megállapítják, hogy valóban Szomáliából jött-e, valóban mondjuk egy olyan etnikumhoz tartozik, vagy egy olyan vallási kisebbséghez, mondjuk keresztény, akit üldöznek. Csak ugye, ha megkapja mondjuk a védelmet, vagy a menedékjogot, ki is kell postázni. Ugye ez egy több hetes, vagy akár egy két hónapos folyamat is, amíg ez az elbírálás megtörténik. Addig hol tartózkodik ez a migráns? Lehet, hogy az utcán való, lehet, hogy a szerb hatóságok begyűjtik, lehet, hogy mégiscsak az embercsempészetet választja, tehát pénzt ad egy szervezetnek, hogy eljutassák őt mondjuk Ausztriába. Tehát már el se lehet őt érni, hogy ezt a dokumentumot számára megfelelően kipostázzák, vagy ha ő meg is várja valahol, tehát ahogy említettem, akkor mondjuk valami lepusztult épületben, vagy egy sátorban, vagy szabad ég alatt mondjuk egy parkba, szalopondom, csövezve kell ezt az időpontot kivárnia, nem pedig tényleg kulturált módon minden higiéniai ellátásban, orvosi ellátásban részesülve, mint egy tranzitzónában. Tehát a liberálisok Brüsszelben igazából ezzel nem Magyarországgal szúrtak ki, hanem azokkal a szerencsétlen emberekkel, akik tényleg minden jogot, minden törvényt betartva be akarták adni a menedékkérelmüket Magyarországon. Georg Spötlének köszönjük szépen az elemzést. Örömmel.